Üdvözlöm a hallgatókat! Bernai Árpád vagyok, az Élmény Akadémia szakmai vezetője és trénere. Ez a Forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Azért indítottuk el, mert szeretnénk beszélgető helyet, találkozó helyet biztosítani szakembereknek, szervezeteknek, közösségeknek, akik valamilyen izgalmas, inspiráló dolgot csinálnak, emberek támogatása, fejlődés támogatása, tanulás támogatása terén, és azt reméljük, hogy mind szakemberek, mind magánemberek számára hasznos és inspiráló lesz. Kicsit egy olyasmi helynek gondoljuk ezt a podcastot, mint ahogy az erdőben egy forráshoz. Ha odaérsz, akkor fel tudsz frissülni, és esetleg találkozol más túrázókkal, vándorokkal, amitől jobb lesz az utad. Szeretnénk meghívni olyan szakembereket is, akik valahogy a természettel dolgoznak, és olyan embereket is, akik valahogy messzebbről kapcsolódnak ezekhez a témákhoz. Első vendégünk Lavasz Dániel pszichológus, akivel személyesen ismerjük egymást, mivel az Élmény Akadémia trénere is. Beszélgetésünk arra épül, hogy Dani pszichológusként régóta praktizál, a Vadaskert gyermekpszichiátrián dolgozott évekig, családokkal is dolgozott és egyéni praxist is visz pszichológusként. Sokszor a tanácsot, kamaszokkal való munkával, kihívás jelentő helyzetekkel való dolgozásban. A beszélgetésben szó esik arról, hogyan jó valakit támogatni nehéz helyzetben. Mit jelent az, hogy teret adni, jó kapcsolódni, akár szakemberként, akár szülőként, hogyan jó támogatni kisgyereket, kamaszt, mi a különbség, és természetesen Dani útjáról is, hogyan lett pszichológus, és merre tart. Jó szórakozást! Szia, Dani! Hello, Árpi! Nagyon-nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy, beszélgetünk. Tök jó, nagyon-nagyon örülök neki. A legelső podcast, legelső adás, és... Külön megtiszteltetés. Hogy lettél te? Ez így ilyen nagy kérdés persze, hogy lettél te? Hogyha rád gondolok, meg így rád keresek, akkor kidob ilyeneket, hogy pszichológus, meg tréner, meg sok mindent, Vadaskert, stb. És mégis, hogy jó sok minden formálta, hogy most ott jársz, ahol jársz. És nekem az a benyomásom, hogy eléggé... magad alakítod az utat. Uh-huh. Szóval így az életedről, amit így fontosnak tartasz mondani, akkor mi az? Mi az, ami formál? Ez egy kicsit olyan kérdés, amikor és ezt nem én találtam ki, hanem a Edit Éva Égernél olvastam a Döntés könyvben, az Döntés című könyvében, hogy azt kérdezi mindig a klienseitől az első kérdése, amikor jönnek hozzá terápiába, hogy miért pont most, és ezzel tulajdonképpen mindenre rákérdez, és te valami ilyesmi kérdést tettél fel nekem, hogy így, Dani, én most rákérdezek mindenre. Szóval, hát figyelj, én gimis koromban, 16 évesen kezembe került a Mérei Biné gyermeklélektan könyv, és az így teljesen elbűvölt, elvarázsolt. Jó, olvasgattam már előtte ilyen pszichológiai témájú könyveket, meg ezt-azt mindenfélét, de igazából ez volt az, ami nagyon, nagyon elsőre megragadott. És akkor volt az osztályomban egy osztálytárs nőm, aki szintén ilyen viszonylag korán eldöntött, hogy pszichológus akar lenni, és akkor mi úgy elkezdtünk így ebbe így egymást is tuffolni, meg olvasni, meg nem tudom. Meg én akkoriban egy gyerektáborban, ahol én korábban gyerek voltam, vagy részvevő voltam, én aztán ilyen segítővé léptem elő, és nyilvánvalóan pocsékul csináltam, tessék? Lehet tudni, melyik tábor? Bocsi. Ez egy református gyülekezeti tábor volt, egy egyházi tábor, ahova egyébként a családom járt, és minden nyáron voltak Szentendrén, a Szabadság forrás mellett ilyen egyhetes gyerekhetek, és még máig vannak, szóval ez egy ilyen több évtizedes, 50-60 éve egyébként, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú ideje zajló sztori. De a lényeg, hogy aztán én ott egy pár évig ilyen segítőként, vagy 16-17 éves koromtól pár évig ott aztán segítő voltam, és hát nyilván baromira nem csináltam jól, tehát hogy így, nem tudom, így
most visszagondolok egy-két ilyen szituációra, hát nagyon nem tudtam megoldani a gyerekekkel jól ezeket, és akkor ez így elkezdett érdekelni. Innen indulva is, meg onnan indulva is, hogy elkezdtem rengeteget olvasni. Tehát ugye általában azok a dolgok, amik engem érdekelni kezdenek, az mindig úgy van, hogy olvasok róla, és akkor elkezdek nagyon utána olvasni. És ez is így volt. És akkor az Atkinson pszichológia könyvet, meg az ilyen alapművek, a fejlődés lélektan, nagy, vastag, az Oziriszes fejlődés lélektan könyvet, meg itt egy csomó mindent így elolvastam, amik így meg akkor itt kezembe kerültek ilyen popperek, meg hát ezek az ilyen klasszik dolgok, és akkor teljesen kész voltam. És eldöntöttem, hogy akkor én pszichológiára fog felvételizni. Ez a felvételi előtt volt ez? Igen, tehát ez 16 éves voltam ekkor. Másodikos gimis. Tehát és aztán 19 évesen érettségiztem. Tehát, hogy egy két évig én így szívtam ezt be, csak így ezt a vulgár pszichó részét, vagy ezt az ismeretterjesztő pszichológia részét, és akkor így eldöntöm. Segíts, ez jól értem, te második gimitől kezdve olvasod ezeket a könyveket. Igen, én nagyon korán eldöntöttem, hogy én pszichológus akarok lenni. Igen. Ez egy érdekes dolog, hogy hogy dőlt ez el? Konkrétan azt döntöttem el, hogy én pszichológus akarok lenni, szeretnék egy magánpraxisban dolgozni, szeretném teljesen a saját utamat járni, és ezt találtam ki 16 évesen, ahol most vagyok. És nem arra büszke vagyok. Ugye akkor még nem tudtad, hogy milyen csinálni a pszichológus. Nem, azt nem tudtam. Azt tudtam, hogy borzasztóan érdekel. Rettenetesen menőnek gondoltam. Egyrészt nyilván 16 évesen az ember tök naívan áll ezekhez a dolgokhoz, és nagyon menőnek gondoltam, hogy meg hát olvastam, nem tudom, a Poppernek a nem tudom, talán akkor a praxis még nem jött ki, de hogy aztán, amikor elolvastam a praxist, akkor aztán pláne így teljesen rápörögtem arra, hogy ez mennyire jó dolog az, hogy az ember így úgy tud másoknak segíteni, hogy tulajdonképpen ő sem sokkal okosabb, mint a másik, de hogy vannak eszközei arra, hogy valamilyen módon segítsen a másiknak jobban élni, vagy kitalálni azt, hogy mondjuk egy adott dilemmában, vagy döntési helyzetben merre felemenjen tovább. És akkor neki is futottam a felvételinek. 19 évesen, érettségi után, Debrecen, felvételizik az ember. Nem tudja, hogy mi ez, van egy fantáziája róla. Uh-huh. Aztán van az a szakasz, amikor tanulja ezt egyetemen. Ó, hát hol volt ez, még várjál? Tehát, hogy én egyre csak felvételiztem 4 évig. Engem negyedjére vettek fel. Engem nem vettek fel elsőre, engem úgy, tehát szóbelére se hívtak be elsőre. De akkor nem tudom, hogy élted meg? Ezt nagyon akarhattad. Négyszer mentél. Nagyon akartam, egyrészt én úgy voltam vele, hogy jó, hát nem baj, akkor majd újra nekifutok, addig lesz valami egy éven, valamit csinálok. És akkor a szüleim nagyon aggódtak, és akkor pótfelvételivel felvettek engem a Budapesti Műszaki Főiskola közgáz informatika szakára. Mm-hmm. Engem. Fél évkor sikerült kirúgatnom magam, mert az integrálás deriválást azt így nem voltam hajlandó, meg nem is nagyon értett, tehát mindegy, ez így nem égés volt. De hogy ezután, a kis intermezó után, én elkezdtem munkát keresni, és szembe jött az Expressben, nem volt még akkor, hol volt még akkor, internetes apró hirdetés, hogy egy gyermekdepresszió kutatásban keresnek asszisztenst. És akkor én a háromsorosan életrajzommal így besétáltam, és akkor kiderült, hogy ez a Vadaskert kórházban van, konkrétan a Lipót mezőnek a címe volt ugye megadva, Hűvösvölgy út 116, és akkor én besétáltam a Lipót főkapuján, ugye az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főkapuján, és akkor bekopogtam a megadott ajtón, ott a Vadaskertbe, ami ott van a Lipótnak a tövében,
és akkor Balogh Xenia, dr. Balogh Xenia volt a kutatásnak a regionális vezetője, ő lett aztán az első főnököm, bevittem a kis háromsoros önéletrajzomat, hosszú haj, hosszú kabát, 19 évesen, és akkor így később mondta a Xenia, hogy én voltam az egyetlen, aki bevitte, valahogy bement személyesen, és hogy amikor így bevittem, akkor így tudta, hogy engem akar felvenni. Nem tudom miért. Én az egyetem alatt is végig a gyerekpszichiátrián dolgoztam a kamaszok mellett, és erdülő osztályon. Szóval, hogy én ott majdnem 13 évet voltam. És hát úgy az akkori főorvos nő, Gádoros Júlia mellett így szépen így fel lehetett nőni. Tehát, hogy ő adott lehetőséget arra, hogy lépkedjek előre. És hát borzasztó sokat tanultam, rengeteget. Amikor először hívtak be a szóbelizni, a negyedik alkalommal, első három alkalommal felvételire be se hívtak szóbelizni, annyira nem jutottam el odáig. Hát iszonyú nehéz volt már akkor is bejutni a pszichológia szakra. Nagyon-nagyon sok pont kellett, tehát majd, hogy nem hibátlan írásbelit kellett írni ahhoz, hogy egyetlen szóbelire behívjanak. És amikor először behívtak, akkor onnantól kezdve már tudtam, hogy így olyan nagy baj nem lehet, bent leszek, mert tudom, hogy miről beszélek. Tehát akkor már három éve dolgoztam két éve dolgoztam az osztályon. És akkor már tudtam, hogy amikor azt mondják, hogy szkizofrénia az mi, tudtam, hogy néz ki egy kényszerbeteg gyerek, hozzá tudtam szólni egy szülőhöz, tudtam kezelni egy anorexiát. Szóval, hogy sok mindent láttam. És nem volt papírszaga annak, amiről beszéltem, hanem élő tapasztalat volt. És hát nyilván rengeteg hibát követtem el én is ott, de hogy, meg hát itt is vannak ilyen vicces történetek, hogy a legidősebb gyerekeknél én az elején három évvel voltam idősebb, tehát 18 vagy 4-gyel. És hát volt olyan, hogy ott ültünk látogatási idő, kártyáztam a gyerekekkel, és akkor jöttek a szülők, és kérdezték, hogy ki van veletek. És akkor így mondtam, hogy hát én, ne szórakozzál már, most tényleg van itt felnőtt, és mondtam, hogy én vagyok a felnőtt. Szóval, és hát rengeteget tanultam a kollégáktól, ott voltak már hosszú évtizedek óta, akik még Újpestről, az újpesti gyerekosztályról jöttek át a Gádoros főorvosnővel, a gyerekpszichiátriáról, és ők hozták létre, vagy építették föl ott az egészet, meg az egész módszertan, meg mindent, amivel ott dolgoztak, és rengeteget lehetett tanulni. Nagyon-nagyon sokat. És hát aztán, nem tudom, sokat éjszakáztam, sokat voltam egyedül a gyerekekkel, mármint így úgy egyedül, hogy csak hátteres ügyeletes volt. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megtanultam. Egyrészt bizonyos zavarokról, klinikai zavarokról, másrészt meg arról, hogy ezekhez, meg a gyerekekhez hogyan, milyen eszközökkel, meg hogyan lehet jól hozzáférni, vagy közel menni, akár abban az egy hétben is, amíg vagy kettőben, amíg ott voltak. És hát ott láttam én kemény dolgokat, tényleg ilyen húzós, komoly nagy pszichiátriai korképeket, és hát átjárkáltunk ugye a Lipótra is, meg az ott egy gyerekosztályra, meg hát aztán felvettek az egyetemre, és például az egyik gyakorlatom az konkrétan a nagy Lipóton volt, ott egy hónapot eltöltöttem felnőtt osztályon is, meg gyerekosztályon is. Szóval, hogy én elég sokat merítettem, sokat voltam mindenféle klinikum területén. Megelőztél, mert az foglalkoztatott, hogy így készültem fejbe, hogy azzal, hogy bántál, hogy van az időszak, amikor az ember egyetemen van, és még több könyvből tanul emberekről, és ez az én benyomásom, hogy az ilyen nagyon tudásigényes embereket támogató szakmák, mint az orvos, pszichológus,
képzésében nagyon komoly idők telnek el, mire te addig jutsz, hogy valóban emberekkel dolgozol. És nagyon nagy része telik el könyvek fölött, vagy valamilyen írott tudás, befogadás, memori, és erős memorizálás tréning is, mondjuk így. Igen. Ha milyen kísérletet végett, akkor mikor volt, akkor ki volt az, és akkor hogy változott, és akkor milyen elmélet. Szóval ez, hogy mi segített abba, hogy valahogy találd az utad ebben, és most nekem egy kicsit válaszoltál, szóval légy szíves. Hát a tapasztalat, abszolút a tapasztalat. És egyébként iszonyatosan szerencsésnek érzem magam, hogy, és tényleg ez azzal indult, hogy mertem azzal a háromsoros önéletrajzzal bemenni azon az ajtón. Amikor a szakképzésbe jártam, akkor mondták mindig ott a tanáraink, hogy hát mindig úgy próbálj megtanulni mindent, hogy tegyél mellé egy esetet, vagy egy klienst, vagy egy páciens. És akkor sokkal könnyebb, mondjuk, nem tudom, felidézni, hogy mik a, tudom én, a depresszió tünetei, mert akkor már van mögé egy kézzelfogható történeted. És akkor én ezt nyomtam, ugye 5 évig, akkor még osztatlan képzés volt, és akkor ez 5 évig az egyetemet a Vadaskerttel. És hát borzasztóan élveztem, tényleg. És egyébként az identitásomnak ugyanolyan fontos része a vadaskerti felnövekedésem, tehát hogy én tulajdonképpen ott 22 éves koromtól, vagy 21-22 éves koromtól, mondjuk 33-34 éves koromig én ott voltam. Tehát, hogy, és ott végigjártam tulajdonképpen az összes stációt, amit majdnem az összeset, amit végig lehetett járni, szóval segédápolótól elkezdve, klinikai szakpszichológusig osztályon, tehát hogy aztán létrehoztunk ott egy saját osztályt, az egy élményterápiás osztályt, ez később. Mondasz egy picit? Az osztályról? Aha. Diploma után, tehát gyakorlatilag lediplomáztam, és az államvizsgám, illetve a szakdolgozat védésem másnapjától a főnököm átvett pszichológusnak. És akkor kaptam egy státuszt ott a Vadaskerten. És akkor egyszer csak eljött a pillanat, amikor így a főorvosnőm azt mondta, hogy jó, hát akkor figyeljetek, itt az osztály, most ezt átalakítjuk, csináljátok meg. És akkor írtunk néhány pályázatot, beszereztünk eszközöket, és akkor elkezdtük csinálni. Hárman, illetve... Tessék? Mi volt, hogy csinálni? Mert mit csináltatok ezen az osztályon? Mi volt máshol? Eleinte mi sem tudtuk, hogy mit akarunk és hogy akarunk csinálni. Azt tudtuk, hogy ez a módszer, ez az élménypedagógia, élményterápia, Wilderness terapi, sokféle ágát el lehetne itt, fel lehetne sorolni. Ez érdekel bennünket, és hogy tudtuk, hogy azért vannak ennek irodalmi előzményei, meg hogy azért vannak a világban hasonló próbálkozások korábban. És hát tulajdonképpen sem úgy nézett ki, hogy felvettünk 12 gyereket az osztályra, 14-et, mert nem is emlékszem, egy vagy két hétre, és akkor elkezdtünk velük élményterápiát csinálni, vagy élménypedagógiát csinálni. És olvastunk sokat, első alkalommal a Dávid beállított egy ilyen heti tervvel, hogy miket fogunk csinálni, és akkor a nővérek így azt mondták, hogy hát ez nem lehet. Ez nem így megy. és nagyon, nagyon sok minden meg kellett küzdenünk. Szóval azért ez egy bármennyire is rugalmas és laza volt a Vadaskert akkor más egyéb kórházi rezsimekhez képest. Azért tehát az, hogy ezt elfogadják, hogy mi nem
nem labdázni megyünk ki az udvarra, meg nem csak úgy mászókázunk, amikor Jákob létrát szerelünk a fára, meg mit tudom én, azért az egy, az, hogy ez így el legyen házon belül fogadva, annak kellett egy kis idő. És hát tulajdonképpen azt csináltuk, hogy elkezdtük ezt a módszertant klinikai populáción alkalmazni. Elkezdtük olyan gyerekekkel csinálni az élmény pedagógiát, vagy élményterápiát tulajdonképpen, mert hogy rengeteg terápiás elemet tettünk mellé, kognitív viselkedés terápiát elsősorban, illetve családterápiát, aztán később. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés jött szülőktől, hogy ez mennyire hatékony, mennyire hatásos, mondjuk ilyen viselkedés problémás gyerekeknél. Nyilván nem csak maga a módszertan, hanem egy csomó nem specifikus tényező, amit mi amúgy akkor tehát a konfliktuskezeléstől elkezdve, csomó minden, amivel ott foglalkoztunk. Illetve hát az volt nekünk nagyon tanulságos, hogy mi sosem dolgoztunk homogén csoportokkal. Tehát nem volt olyan, hogy mit tudom én, csak szorongó gyerekekkel, vagy csak depressziós, vagy csak evészavaros gyerekekkel dolgozzunk. Hanem mindig nagyon-nagyon heterogén csoportjaink voltak, és az borzasztó érdekes volt. És mit tudom, például ez sem volt olyan nagyon, vagy kevéssé volt jellemző, de hogy ebből a heterogenitásból jött egy csomó olyan dolog, ami szintén nagyon sokat tudott jelenteni, mondjuk abban az értelemben, hogy mi ezeket a srácokat ilyen, nem tudom, beledobtuk éles helyzetekbe, mondjuk nem tudom, egy magaskötélpálya, vagy egy expedícióba, és ezek a srácok, ezek elkezdtek egymástól tanulni, ellesni ezt, azt tudom én, ami most így példának eszembe jut, hogy az expedíción a saját magát szobanövényként apostrofáló, gép előtt órákat ülő srácról az derült ki, hogy a legkomolyabb survivor, és ő szerzett vizet, és ő vitte a lányoknak a táskáját, akik elfáradtak, és ezek a nagy pofájú, laza vagyok, majd szétesek, lázadó srácok, meg ilyen szemmel nézték, hogy wow, apám, és kivívott ezáltal magának egyrészt egy olyan pozíciót, amiért soha nem élt meg korábban, és megélte, hogy erre képes, és hát ezek a lázadó, nagy ellenálló srácok meg azt, hogy hát nem biztos, hogy az ő ítéletük, amit így elsőre hoznak, az úgy valid. És hát aztán ezekről rengeteget beszéltünk, tehát ezeknek az élményeknek a feldolgozást, az, hogy ezeket az élményeket célzottan mondjuk az ő problémáikra fókuszálva tudtuk feldolgozni. Tehát figyelj, minden gyerekhez tartozott egy anamnézis. Tudtuk az élettörténetét. Fogpontról pontra. Tudtuk, hogy hol van az a probléma, ami miatt ő odajön. És minden egyes ilyen élményterápiás foglalkozást, ezt konkrétan gyerekenként rá tudtuk szabni a debriefingeket, a feldolgozásokat az ő problémájára, vagy az ő nehézségeire. És hát tulajdonképpen ez működött. Tehát ez volt az igazi hatás, hogy nem tudom, egy teljesítményszorongó vagy egy szorongó gyerek felmegy a Jákob létre a feléig, és ezt akkor a teljesítménynek éli meg, hogy hűha, az én egyedül csinálom, senki ne szóljon be gyereknek, meg az, hogy lehet együttműködni, és hogy nem csak ilyen általánosságban, hanem nagyon konkrétan oda lehetett húzni az ők konkrét problémáit és nehézségeit, és hogy nem csak azzal dolgoztunk, amit a környezete hozott problémának, hanem azzal, ami neki ebből fakadóan probléma volt. A legtöbb kamasz gyereknek egyébként az a problémája, hogy úgy éli meg, vagy úgy érzi, hogy cseszegetik azért, amilyen.
és hát nem arról kell elkezdeni ilyenkor beszélgetni, hogy na jó, jó, de hát milyen vagy, hanem arról, hogy cseszegetnek, tényleg, nem hagynak városunk, oh, szörnyű. Mit csináljunk? Mit tudsz ezzel csinálni? Szóval, hogy nagyon, nagyon izgalmas sztorik megtörténtek voltak, és hát ebből aztán csináltunk egy képzést is, egy kilencnapos élmény terápiás képzést, ami hosszú évekig futott. Van az irány, ezt tudom rólad, hogy csinálsz olyan munkát is, ami ez a szervezeti munka, céges tréningek, tréning, hívjuk tréningnek. Van, hogy dolgoztunk is együtt, Élmény Akadémia keretei közt, akár tábor, jelleggel, vagy foglalkozási jelleggel, azt hívjuk élménypedagógiának. Ez nekem mind a minden, amit csinálsz, és nem tekinthető pszichológiai, pszichológusi praxishoz kötődőnek. Terápiának végképp nem. És aztán mondtad azt, hogy amit a Vadaskertben csináltatok, azért az terápia volt. És aztán van az is, hogy és még ebben folyamatosan tanulsz, már jó sok-sok éve tanulod, és még van még előtted olyan, hogy még terapeuta szakvizsgát tenni. Szóval ez egy nagy spektrum, amit segítésnek hívunk. Valamiféle segítés, egy adott ponton már hívható terápiának. Engem nagyon mozgat, hogy ilyen kérdések, aztán majd itt szemezzünk belőle, hogy mi az, amit a relevánsnak tartasz, hogy na jó, ha én egy átlagember vagyok, szuperlaikus, nem jártam az ELTÉ-re, nem olvastam az Atkinsont, és van valaki az életemben, aki szerintem nincs jól, akkor én hogy induljak el, vagy hogy indul egy ember? Mit mondanál te egy bárkinek, egy laikus embernek, hogy találjon jó terapeutát? Milyen egy jó terapeuta? Vagy egy jó terapeuta? Hogy győződik én meg? Tehát hogy hoz nekem egy diplomát, meg egy flashnét, és akkor mondom, hogy jó, jó nagy egyetem, ja, vagy nagyon komolynak hangzik, ja, de inkább arra gondolok, hogy e helye mi az, ami megnyugtasson engem, ha én magam akarok terápiába menni, vagy ha valakit segítenék ahhoz, hogy terápiába menjen. Mm. Hát figyelj, én erről gondolok valamit, azt tudom elmondani, aztán ez le van írva, vagy le is van írva sok helyen, de hogy én, amit én fontosnak gondolok, és ami az én munkámban mondjuk elsőrendű ebben a kérdésben, az az, hogy tehát egyrészt előre nem tudhatod, hogy milyen lesz egy terapeutával vagy egy pszichológussal az együttműködésed. Ezt oda kell menni, meg kell nézni, hogy így szimpik vagyunk-e egymásnak egyrésztről. Másrésztről vannak ilyen tényszerű dolgok, hogy nem tudom, milyen végzettsége van, mi az a probléma, amivel te pszichológushoz szeretnél fordulni, vagy segítő szeretnél fordulni, mert hogyha nem tudom, egy mélyebb önismereti folyamatra szeretnél rálátni, vagy belekezdeni, vagy mondjuk azt feltételezed, hogy van egy valamiféle személyiségbeli elakadás, vagy személyiség zavar, mondjuk, amivel te szeretnél dolgozni, akkor legalábbis egy klinikust, egy klinikai szakpszichológust érdemes felkeresni, de leginkább pszichoterapeutát. Tehát, hogy azért az eléggé, hogy mondjam, be van határ, vagy le van írva, be van határolva, hogy mondjuk mire jogosult, mire képesített egy pszichoterapeuta vagy egy klinikai szakpszichológus. Aztán az is le van írva elég jól, most már egyre jobban, hogy mondjuk tehát ezek egészségügyi szakképzettségek, tehát hogy a klinikai szakvizsgát, ma én például Semmelweis Egyetemen az általános orvostanományi karon szereztem. Tehát ezek egészségügyi végzettségek. Ez egészségügyi ellátást jelent, tehát tulajdonképpen mondjuk egy klinikus vagy pszichoterapeuta, az jogilag, még ha nincs is doktori címe, mint mondjuk az angol száz országokban, jogilag azon a
szinten van. Tehát, hogy vannak ilyen tényszerű dolgok, aztán vannak azok a szakirányú továbbképzések, mint például a tanácsadó szakképzés, vagy az iskolapszichológusi szakképzés, szóval, hogy amik szakirányú továbbképzések, amik más időintervallumban, tehát kevesebb, tehát mondjuk még egy klinikai szakképzés az 4 éves, mondjuk egy tanácsadói 2 éves, nincs értékbeli különbsége miatt a kettő között, de egy tanácsadó szakpszichológus az másra szerződik, az mondjuk egy életvezetési problémának a feloldására szerződik, vagy egy alapvetően egészséges embernek az életvezetési vagy problémás elakadásaira szerződik. Aztán vannak olyanok, akiknek mesterdiplomájuk van, és nincsen, és van mondjuk valamilyen módszerspecifikus képzettségük. Ők sem csinálhatnak konkrétan pszichoterápiát, hanem segítő beszélgetéseket, tanácsadást, ilyesmit. És attól függ, hogy te kihez fordulsz, hogy te mire szeretnél valamilyen megoldást találni, vagy hogy mi az a probléma, amivel te mondjuk pszichológushoz akarsz menni. Azt nem tudom esporolni, hogy én, mint mindenről nem tudó kliens, vagy kliensnek hozzátartozója, barátja, ennek érdemes utána menni így kutakodni, hogy mi is az a dolog, amiben én szeretnék javulást, és annak milyen kompetencia terület. Érdemes, igen, ez sok helyen le is írva, most már egyre több helyen ez elég jól le van írva, de bárhova mész, és bármilyen terapeutához fordulsz, én azt gondolom, hogy az borzasztó fontos, hogy legyen, tehát, hogy, és akkor visszakanyarodok ahhoz, amit indultam, hogy az én praxisomban borzasztóan fontosnak tartom azt, hogy milyen a kapcsolatunk. Tehát, hogy mi hogy vagyunk, mi történik köztünk, mint kliens, terapeuta. Itt és most hogy érzed magad, mi van benned, mi van veled, amikor ezekről a dolgokról beszélsz, amiről beszélünk. És ez most ilyen nagyon végtelen egyszerűnek hangzik, de közel sem az. És én borzasztó jó, most nem tudom, a hallgatóimmal pont ilyesmikről beszélgetünk az órán, nagyon jó beszélgetések vannak, hogy bizonyos szituációkat hogy lehet ilyen itt és most helyzetre fordítani, és hogy lehet ezekből terápiás vagy tanulási helyzeteket létrehozni a kliens számára. Én azt gondolom, azt mondom, hogyha amúgy egy, nem tudom, egy ilyen normál krízis helyzetben, krízis állapotban van valaki, akkor nem biztos, hogy feltétlenül klinikushoz kell fordulni. A klinikus az komolyabb elakadások, komolyabb zavarok, de hát nyilván persze hozzám is jár, nem csak nem tudom, klinikai diagnózissal rendelkező kliens, hanem sokan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mondjam, legyen, tehát, hogy egyrészt legyenek megfelelő képzettségei, vagy képesítései az illetőnek, másrészt meg, hogy ne akarja ő megoldani a problémáidat, ne akarjon, nem tanácsokat ad, hanem segít utakat találni. Én azt szoktam mondani a kliensémnek, hogy kell egy olyan 6-8 alkalom arra, hogy eldöntsük, hogy ez jó-e. Eldöntsük, hogy működik-e, eldöntsük, hogy jók vagyunk-e egymásnak. 6-8 alkalom az ilyen másfél-két hónap. És ez benne van a pakliban, hogyha mondjuk egy hosszabb folyamatra szerződünk. Aztán persze van olyan kliensem, akivel azt mondjuk, hogy 10 alkalom, mert én azt gondolom, hogy 10 alkalom alatt meg fog oldódni az a probléma, amivel te jöttél, és feloldható. Mondjuk klasszikusan mondjuk ilyen kognitív terápiás 10-15 alkalommal megoldható problémák, mondjuk nem tudom, egy szorongásos probléma. Persze nyilván soha nem 10-15 alkalom, de van olyan, hogy ennyi időre, vagy ennyi alkalomra szerződünk, és akkor az annyi, és akkor adott esetben újra nézzük,
ennyi idő után, hogy akkor most hol tartunk, merre tovább. Szóval nem tudom, erre a kérdésre nem voltam felkészülve, ugye most így próbálom összeszeregetni ezeket, hogy mitől egy jó pszichológus, egy jó pszichológus, hát erről teljes kurzust tartok az egyetemen, és így 12 héten át beszélek erről, úgyhogy mi az esszenciája, hát ez nehéz, nehéz. Azért is hozom be, egy fontos dilemma, amikor valaki szakmai, akár egy orvosnál is, tehát hogy így nincsen egy úgy jó válasz, hogy na, ha ezt látod rajta, az akkor tuti, hogy mégis, amikor én elmegyek, és csak egy kliens vagyok, egy páciens, egy orvosnak mondjuk, hogy szeretnék valami fogódzót. Ha, menj el, nézd meg, és hogyha biztonságban érzed magad, hogyha nincs ítélkezés, ha elfogadva érzed magad, hogyha kapsz empátiát, hogyha valódi empátiát kapsz, ha nem érzed azt, hogy jó, persze, hát ő pszichológus, persze, hogy nem tudom, hogy azt mondja, amit, hanem hitelesen, tényleg egy hiteles valakit látsz, és lehetővé teszi azt is, hogy azt a fajta önfeltárást, azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy jól tudj, hogy kísérni tudjon ő téged, és kísérjen, és ne vezessen, hanem úgy kísérjen az utadon, és úgy melletted legyen, és hogy mondjam, jól kezelje a saját jelenlétét, és a saját érzéseit, ne tegyen bele olyan dolgokat, amik nem valók oda, ne keverje össze a magánéletét a terápiás helyzetekkel, megfelelő és stabil határokat tartson, tartsa körülötted a teret, és egy biztonságos közeget hozzon létre. Most közben szokták emlegetni sok szakmában, vagy így akár ilyen mondjuk is spirituális jellegű beszélgetésekben is, meg akár mondjuk egy ilyen nyelvben is előfordul, az, hogy tartani a teret az alatt, segíts már, hogy mit értesz, vagy mit értesz egy laikus. Könnyű Azt értem ezen, hogy egy jó terapeuta az megtanulja azt a készséget, hogy hogyan tartsa meg azt a sok-sok érzést, gondolatot, érzelmet, indulatot, bármit, ami a kliens sajátja, hogyan dolgozza át a saját érzéseit, indulatait, ami az övé, ezeket hogyan egyrészt képes legyen tartalmazni a kliensnek, a konténerezni a kliensnek, a containing ez a szó, a kliensnek az állapotait, az érzelmeit, nem tudom, mondok egy példát, a containingre, mondjuk stabilnak maradni akkor, amikor az első alkalommal hozzám érkező férfi kliensen felugrik, és dühötten sétálgatni kezd fel alá a szobában, és a hátam mögé is megy, és kiabál. Mondjuk most egy szélsőséges példát mondtam, de mondok egy sokkal hétköznapibbat, elsírja magát a kliensem. Hogy én azt hogyan tudom ott megtartani abban a térben? Hogyan tudom azt okévá tenni, vagy így elnyelni, vagy elfogadni, és mit tudok kezdeni azzal az érzéssel, ami bennem van, azzal a viszont áttételi érzéssel, ami bennem keletkezik, arra, amit ő hoz, és hogy tudjam átdolgozni azt olyan módon, tudjak egy olyan érzést is, hogy az ő számára hasznos, nem jó szó a visszajelzés, viszont áttételi érzés, nem tudok erre jobb szót, ezt az érzést valahogy visszatenni oda a terápiás térbe, hogy az ő számára előrevívő legyen, és egy pillanatig se legyen benne semmilyen saját szándék és érdek,
csak és kizárólag az, hogy az az érzés, ami bennem van, az a kliensemet hogyan tudja segíteni. És nem biztos, hogy ezt azonnal vissza fogom tenni. Lehet, hogy ezt mondjuk 2-3 hétig megtartom, tartalmazom az ő érzésével együtt. És aztán később, erre a jalom azt mondja, hogy addig üsd a vasat, amikor, vagy akkor üsd a vasat, amikor hideg. Ezt később visszahozom egy olyan szituációban, amikor ő sokkal alkalmasabb, vagy képes lesz arra, hogy dolgozzon velem, mert mondjuk akkor, amikor ott sír, akkor nem biztos, hogy képes rá. És akkor, amikor ott sír, akkor meg tudom-e tartani? Akkor tudok-e úgy jelen lenni? Akkor tudom-e az én érzéseimmel együtt az övét jól érteni, megtartani, biztonságban tartani, hogy ne kelljen aggódnom, hogy most itt sírt, és akkor elmegy, és akkor mi lesz? Például, vagy hogy az, ami ott történik, az ő számára előre vívő legyen. Azt szokták mondani, hogy a terápiában, és akkor itt megint csak egy részválasz a kérdésedre, hogy a terápiában ketten vannak, és mind a ketten azért vannak ott, mind a ketten a kliens miatt vannak ott, mind a ketten azért az egy emberért vannak ott. És hogyha ezt jól tud csinálni, hogyha el tudsz tekinteni a saját, személyes dolgait, ami nem azt jelenti, hogy te ott egy ilyen teljes személytelenséggel vagy jelen, hanem azt jelenti, hogy azokat az érzéseket, amik benned keletkeznek, azokat nagyon is tudatosan, nagyon is megélve használod. Mondok egy példát. Az egyik hallgatóm hozta, hogy kellett egy első interjút csinálnia, és azt mesélte neki a kliens, hogy egy buliban azt érezte, hogy nagyon egyedül van, nem táncol vele senki, és kirekesztve érzi magát. És akkor erre azt mondta a hallgató, hogy fú, hát azt tudom, milyen nehéz lehet. És akkor erre rávágta a kliens, hogy dehogy tudja, honnan tudná. Na most ez egy határhelyzet. Ez egy olyan helyzet, amire az ember kétféleképpen, vagy nagyon sokféleképpen reagálhat, de alapvetően elkezdhetsz védekezni, és elkezdhetsz azt mondani, hogy ó, de hát dehogy nem, hát tudom. Ezzel tulajdonképpen teljes meggondolatlanul és teljesen átdolgozatlanul visszahajítasz valamit magadból, nem tudom, a saját bizonytalanságodból, hogy úristen, most elvesztettem a kapcsolatot, most nekem be kell bizonyítanom, hogy de értem. És egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó válasz. Egyáltalán nem biztos, hogy az, ami belőled zsigerből, alapból, válaszként, saját érzésből jön, az lesz az, ami neki segít. És például mondjuk, nem tudom, ez egy szélsőség, és nem ezt kell csinálni, de mondjuk például egy átdolgozott viszont áttétel, csak hogy és mondom, azért mondom, mert ez nem egy módszertan, ez csak azért mondom, mert ez érthetővé teszi, hogy mondjuk például ebben a helyzetben a terapeuta mondhatja azt is, hogy fú, de képzelje, most érzem. Mert most egy picit úgy érzem, mintha úgy nem tudnék bemenni a maga élmény világába, mert azt mondta, hogy nem érezhetem ezt. És itt már átdolgoztam a saját érzésemet, és nem az én érzésemet akarom valamilyen módon elviselhetőbbé tenni, vagy azt a kirekesztettség érzést akarom valamilyen módon megszüntetni, és közelebb kerülni a klienshez, hanem az én kirekesztettség élményemet, hogy ő kirekeszt a saját érzéseiből, próbálom valamilyen módon úgy visszaadni neki, hogy ő azzal tudjon mit kezdeni, és ne azt érezzen, hogy én nem tudom, magyarázkodom, vagy védekezem, vagy adott esetben visszatámadok, ha úgy tetszik. Vagy megsértődöm, megbántódom, bla. És hogy ez egy nagyon szélsőséges példa, nem ez a jó válasz erre, vagy nem feltétlenül ez a jó válasz, de ezt azért mondom, hogy érthetővé váljon, hogy mondjuk mi az, amikor egy érzés nem ilyen zsigerből dobok vissza, hanem egyszerűen átdolgozom, és ehhez kell az, hogy
hogy legyen egy nagyon-nagyon stabil, mély önismereted, mert amikor azt mondják, hogy a személyiségeddel dolgozol, ezt rengeteg segítő szakmában mondják, ez az, hogy a személyiségeddel dolgozol, az azt jelenti, hogy tudod, hogy mit miért mondasz, vagy többnyire tudod. Hú, figyelj, most ilyen nagyon gazdag sok irány jött föl, még az nagyon foglalkoztat, hogy na jó, ezt egyébként nekem szerintem segítene, vagy ha belekézzem magam valakinek a helyébe, aki ezt hallgatja, hogy na jó, miből fogom látni, ha valaki jó bánik velem terapeutaként, akkor itt azért már vannak nyomok. Jó, akkor így segít eldönteni. Aztán van egy másik cipő, ami izgalmas nekem, és ez a terápiás határvonalon innen van. És hasonlóan egyszerű kérdés. Aztán benne, hogy azt tapasztalom, ugye én is viszonylag gyakran dolgozok olyan fiatalokkal, akiknek nem ideálisan alakul az élete, gyermekvédelemben élnek, vagy szakellátásban élnek, vagy nehéz körülmények között. És hát tök jó lenne, ha valaki segítene. Ideális esetben megkapnának minden segítséget, amit csak elérhető, amit az ember tud arról, hogy egy lelkileg nehéz dolgot átélő, nehezen induló élettel együtt lévő fiatalt, hogy kell segíteni, mindent rájuk küldenénk, és yes, mindenkivel, pszichológusok, pszichiáterek, terapeutok, mindenki segítene, aki csak éppen kell. De nem így van. Az van, hogy ezek az emberek nincsenek ott. Ezek az emberek, akik úgymond a korunk legjobb tudása szerint tudnának segíteni, tegyük föl, ilyen konkrét esetben, azok máshol vannak. Jelen viszont van valaki, aki szinte mindig nem pszichológus, hanem mondjuk tanár, vagy szülő, vagy nagybácsi, vagy gyermekotthonban nevelő, gyermekfelügyelő, szóval ilyen valamiféle segítő felnőtt szerepben van, akár szakma szerint, akár családi helyzet szerint, hogy én vagyok itt ezzel a gyerekkel, és észreveszem, hogy valamilyen segítség jó lenne, mintha ez a gyerek nem lenne jó. Na. Mit látsz, vagy mit tapasztaltál, mert láttál sok nővért, ápolót, gyermekotthonban dolgozó szakembert, meg egy csomó családdal is van tapasztalatod, hogy aki valahogy jól segít, annak mit lenne jó csinálni, vagy miből lehet felismerni ezt a fajta jó segítést, és mondjuk maradjunk annál egy fiataloknak, nekem az könnyebb elképzelni, lehet, hogy segít, ha nem segít, akkor nyugodtan dobd el. Szóval milyen az a jó segítő, aki nem feltétlen terápiát csinál, de valahogy egy ilyen jó irányba elmozdulást csinál. Van, ahol ezt, mit tudom, hogy a szakma hívhatjuk terápiás hatásnak. Igen, hiszen Bob végtelen lehet hozzá őszintének lenni. Nem, tehát, hogy és lehet hozzá kapcsolódni. Tehát, hogy tehát kapcsolódásra ad lehetőséget olyan módon, hogy elfogad, megért határokat szab, mondjuk adott esetben, jóféle határokat szab, rugalmas kereteket ad, mondjuk most nem tudom, most például gyerekotthonra gondolok, és sokat kérdez, és kíváncsi. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor az van, hogy a gyerekek hoznak valami problémát, és akkor zsigerből próbálunk valami megoldást találni felnőttek, és adni neki, és segíteni, mondani valami konkrét dolgot, hogy akkor szerintem ezt úgy kéne csinálni, hogy... És hogy szerintem van, hogy ez is működik, de szerintem nem ez a jó, hogy mondjam, jó segítőnek az ismérve, hogy mindenre van megoldása, hanem az, hogy sokat kérdez, és akar ismerni. És challenge-elgeti a gyereket, hogy ilyen szép
kifejezést használjak, hogy így nem tudom, fel tud tenni neki nem biztos, hogy kellemes kérdéseket is, és ezt a gyerek állni tudja, mert bízik a kapcsolatban. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a bizalomteli, ha van egy bizalomteli kapcsolat, amiben a szándék jó, akkor nagyon nem lehet mellé nyúlni, és akkor nem feltétlenül kell mindenkinek terapeutának lenni. Hát az lenne a legjobb, ha nem lenne szükség terapeutára, mert normális hétköznapi kapcsolatokban tudnánk gyógyulni. Nem tudom, hogy ki mondta, de ez egy jó gondolat, hogy az ember kapcsolatokban sérül, és kapcsolatokban gyógyul, és bármilyen kapcsolat, amiben én azt érzem, hogy fú, nekem jobb vele, tudok vele őszinte lenni, tudok kapcsolódni hozzá, megért, meghallgat, néha az is elég, hogyha van, aki meghallgat, és vagy van, akinek sírhatok a vállán, nem kell ennél több, nem kell mindig megoldás. Nem kell mindenkinek terapeutának lennie. Igen, magad is, hogy gyakorló szülőként is tapasztalod ezt a másik oldalt, hogy oké, akkor így milyen ez, amikor nekem az kattog a fejembe, akkor hogy... Akkor akasztják a hóhért, erre gondolsz? Arra is, az kevésbé érdekel, hogy tudom, amikor így lehet mutogatni, hogy nézd már, pszichológus kiborult, vagy mit tudom én, engem nem érdekel, mert szerint, tehát, hogy jaja, hát emberek vannak a kapcsolatokban is, jaja. Engem inkább az érdekel, hogy ha én egy, nem, nincs átlagos, de mondjuk egy vidéki felnőtt vagyok, akinek gyereke született, meg családja van, és próbálom a legjobbat nyújtani, hallgatlak téged most, amit mondasz, hogy oké, akkor a bizalom az nagyon fontos, hogy őszinte legyek. Hú, ott már csomó kérdője, őszinte, miről, meg hogy, meg meddig, és aztán az, hogy kapcsolat. Tegyük fel egy vidéki férfiként, ez mit jelent, vagy egy, tehát nagyon sok mindent jelent egy szó. Mi az, hogy kapcsolat, az hogy csinálom azt a kapcsolatot, és akkor arra végig gondolom mindezt, amit mondtál, és a gyerekemmel való interakció, az tipikusan nem az, amit egy pszichológus csinál, hogy legjobb formájában rákészül, fölgyűrje magát, utána olvasjuk, fölkészülök, elolvasom azokat, hanem pont, mint a munkából, az a érve fáradtan, nyomasztan, nem tudom mi, és mit látsz te működni embereknél, akik nem pszichológusok, hogy indulnak el egy ilyen úton, hogy jobb szülővé válni, vagy mi segít nekik abba, hogy ezt a kapcsolatot egy ilyen laikus, de profi szülőként elkezdjem így kiépíteni. Szóval ez hogy megy? Mert simán mondhatja azt valaki, hogy tegyük fel, én dolgozok egy gyárba, hallgatom ezt a pszichológust, szerintem ért valamit ez alatt, amit mond, de én nem tudom, az mi. Én miből vegyem vissza, hogy jó úton járok szülőként? Mik lehetnek a jelei? Hát figyelj, erre azt szoktam mondani, hogy minden attól függ, hogy mit szeretnél. Tehát, hogy hova akarsz eljutni, mit akarsz annak a gyereknek megtanítani, mi a te értékrended, tehát egymillióféle értékrend alapján lehet gyereket nevelni. Egymillióféle értékrend alapján lehet gyereket nevelni, és ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy mi az az értékrend, ami jó. És erre pont tegnap döbbentem rá, amikor egy olyan cikket olvastam, amit olyan módszereket hozott, amitől engem így rázott a hideg, hogy olyan fajta határszabásokat, olyan dolgokat reagált le, amit én, és úgy, vagy reagál, vagy olyan dolgokat javasol lereagálni, amit én nem úgy reagálnék le, hanem teljesen máshogy, vagy lehet, hogy sehogy, vagy csak tartalmaznám, adott esetben meg konténerezném. És hogy szerintem ez egyik, tehát hogy én nekem egy kicsit heróton van attól, hogy amikor jönnek, nem tudom, jön egy újságíró, és megkérdezi, hogy kell ezt, hogy azt csinálni. Hát mit tudom én? Honnan tudja? Azt tudom elmondani, hogy én miben hiszek, szerintem mi a jó, én mit olvastam, de hogy kell csinálni, hát mit tudom én?
Fogalmam sincs. Én azt tudom elmondani, hogy mit látok működni, meg hogy az az értékrend, vagy az a világnézet, ami a sajátom, abban mi működik. Vagy hogyan tudom mondjuk azt elérni, hogy az én gyerekem az egy nagyjából szabad, önálló, felelős döntéseket hozó, magabiztos, és adott esetben, nem tudom, hibázni is képes, és újra felállni képes, felnőtté váljon. De van olyan, aki azt mondja, hogy neki a nevelés sikere azt mutatja, hogy a gyerek szófogadó. Oké. Ezek értékrendbeli... És akkor ezen elkezdhetünk vitatkozni, hogy most az jó-e vagy nem, vagy hogy ezen egyetértek-e vagy nem. Az biztos, hogy aki azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy a gyereke szófogadó legyen, azt elhajtom a rendelésemről, mert másba vagyunk, mert más a... Én nem tudom azt, nem adok jó szívvel tanácsot ahhoz, hogy a gyerekidomításhoz. És én arról tudok beszélni, amiben én hiszek, de az nem az, ahogy jól kell csinálni. Nincs olyan jól. Az én gyerekem, majd kérdezz meg erről 16 év múlva, most 2,5 éves a Gergő, 16 év múlva meglátjuk, hogy jól csináltam el. Tehát, hogy amikor megszületett, akkor a kamasz gyerekeimnek a szülei dörzsölték a tenyerüket, hogy akasztják a hóért. Ja. Amiben én hiszek, az kettő dolog, az egyik most. És a kapcsolat az központi eleme. Az egyik az volt, tehát amikor kisba volt, csecsemő volt, akkor a kötődés, a kötődőnevelés, a hordozás, az anya melege, az anya közelsége, a testi, tehát hogy tényleg azok a testi kontaktusok, amire egyébként vannak, hogy mondjam, neurobiológiai bizonyítékok, és akkor itt most egy kicsit vissza is vonnám, amit mondtam az előbb, mert hogy ez nem pusztán hit kérdése, hanem azért erre most már egyre több bizonyítékunk van. Például arra, hogy bizonyos neurotranszmittereknek az alakulása akár már a méhen belüli élet során mennyire meghatározó akár a későbbi megküzdés, mondjuk a stressztűrő képesség szempontjából, vagy a korai kötődés, a korai kapcsolat, ez nem is annyira új kutatások ezek, de mondjuk neurobiológiai bizonyítékaink az elmúlt évtizedekből vannak, és akkor most itt nem kezdek bele a szerotonin, dopamin, endogén ópiátok, stb. De hogy a csecsemőkorban ez a fajta kötődő nevelés, ami az én világomban a működő, és az én világomban benne van nyilvánvalóan az erre vonatkozó összes bizonyíték, illetve ami most nekem nagyon hangsúlyos, most a kisfiammal, és amit egyébként én most elkezdtem tanulni is, az a kis oviskortól fölfelé, vagy a két éves kortól, az akaratkorszaktól felfelé, ez a kapcsolódó nevelés, amiről majd a későbbi podcastokban majd mások sokkal többet és sokkal részletesebben fognak beszélni, de hogy akkor azt most így belengetem, hogy azt tudom, hogy lesz majd egy olyan adás, ahol a kapcsolódó nevelésről lesz szó, és talán az is lehet, hogy még én is részt veszek benne majd, mint kérdező. Szóval, hogy a kapcsolódó nevelés mint olyan, és akkor a kérdésedről, hogy mit jelent kapcsolódni, kapcsolódni azt jelenti nekem, hogy a gyereknek, vagy a másik embernek az érzéseihez akarok közel menni. És ez is egy, ezt a mondatot is szeretem, hogy, és akkor kicsit visszaugrom az előző kérdésedről, hogy a pszichoterápiának az egyik legfontosabb célja az, hogy az ember közelebb kerüljön a saját érzéseihez. Ebből az következik, hogy a pszichoterápia valami olyan dolgot akar korrigálni, aminek az az eredménye, hogy az illető
nincs kapcsolatban a saját érzéseivel, vagy valahol elvesztette a kapcsolatot a saját érzéseivel. És hogyha én tudok úgy nevelni egy gyereket, hogy ő megtanulja azt, hogy hogyan lehet a saját érzésével kapcsolatban. Például, hogy megtanulja azt, hogy amikor neki szar, nehéz érzései vannak, sír, szomorú, nem tudom, akkor ez nem egy olyan dolog, ami abba kell hagyni, vagy ami nem jó, vagy katona dolog, vagy jaj, ne sírj már, jaj, most mit akadsz ki ezen, hanem az van, az egy érzés, amit meg lehet élni, nem kell sem elnyomni, sem megváltoztatni, sem máshogy lennie. És hogyha ezt meg tudom például, és ez csak egy dolog, tanítani a gyerekemnek, akkor hogy mondjam, talán jobb esélye lesz arra, és egy kicsit a szakmám ellen dolgozok ezzel, de talán jobb esélye lesz arra, hogy később nem lesz szüksége pszichoterápiára, mert kapcsolatban lesz saját magával, kapcsolatban lesz a saját érzéseivel, és tulajdonképpen a kapcsolódó nevelésnek a magva az, hogy én, mint szülő, tudok-e olyan módon tükör lenni a gyereknek, tudok-e olyan módon jelen lenni, és akkor megint hadd hozzam ezt, tartani a teret a gyerek körül az összes érzésével együtt, el tudom-e nyelni ezeket az érzéseket ahelyett, hogy felpofozom, amikor 3 órája sikít, el tudom-e fogadni, szóval, hogy ezeket az érzéseket én meg tudom-e tartani, és azáltal, hogy én, amit szülőként teszek, aztán a gyerek belsővé teszi, interiorizálja, ezt a szép szót használja a pszichológia, és gyakorlatilag képessé válik a saját érzelmeinek a kezelésére, elfogadására, megélésére, megértésére, és arra, hogy egyensúlyban legyen saját magával, még akkor is, hogyha éppen szar dolgok történnek körülötte, vagy amikor éppen valaki kritizálja, akkor ne azt kelljen éreznie, hogy hú, de szar vagyok, vagy hú, de biztos velem van a baj. Hanem tudja helyén kezelni ezeket a dolgokat. És így itt ér össze, azt hiszem, ez a két dolog. Meg az, hogy az érzésekhez kapcsolódni. Tehát, hogyha én szülőként tudok a gyerekem érzéseihez kapcsolódni, akkor ő azt fogja megtanulni, vagy az válik belsővé, azt interiorizálja majd, hogy ő a saját érzéseivel, vagy a saját érzéseivel hogy tud kapcsolatban maradni és kapcsolatba kerülni. És ez egy, hogy mondjam, az, hogy a szülő mit közvetít, mit képvisel, mit tanít, vagy mit tanít, nem jó szó ez, mit tükröz, vagy mit milyen képet ad a gyereknek saját magáról, az a kép lesz a gyerek képe saját magáról. Ez egy óriási felelősség. Erre van egy jó kifejezés, ez a definiálás hatalma, óriási hatalom a szülőség, az öndefiniálásnak az önmagam definiálásának a hatalma az a szülő kezében van. Döbbenet, nem? Meg nagyon izgi az a dolog is, hogy hallom ezeket a szavakat, hogy érzés, érzésekhez kapcsolódni, akkor egyszerre hallom benne ezt, hogy valamilyen elementáris válasz az én lényemtől valamire, ami történik, és az annyira fontos nekem, hogy ilyen érzést generál. Hívjuk ezt, mondjuk ez dobta a gépem. Annyira erős dolog történik, nem, hogy fontos nekem, hogy dühös vagyok. Tehát valami fontosról van az én szó, vagy sírok, vagy örülök. És érthetem ezt úgy is, hogy hú, ez egy fontos dolog, és most figyeljünk, és üljünk le, és legyek vele. Másrészt meg hallhatom ezt úgy is, vagy előkerül érkezem, hogy beszélgetésekből, hogy jaj, ez valami nyálas, nem tudom, felesleges, pocsékolás, szóval így... De az, hogy te ehhez hogy állsz hozzá, ez tulajdonképpen az érzelmi szocializációdnak az eredménye. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez hagyjuk már nyálas, akkor pillanatokon belül így rávágom, hogy nem vagy kapcsolatban az érzéseiddel. Tehát nem mersz közel menni hozzájuk. Miért is? Miért is nem? Mert ez azért nem annyira tanított, mondod, hogy szocializáció, tehát ezt így kb. Tanuljuk otthon valahogy, és akkor így annyi, amit viszünk tovább, nem? Hát amiben felnősz, tehát hogy ezt otthon tanulod. Uh-huh.
már most így tegyük dupla idézőjelbe, tehát hogy tapasztalod, tehát hogy hogyan reagálsz egy konfliktusra, hogyan reagálsz egy kritikára, vagy hogyan reagálsz egy érzelmi kitörésre, azt otthon tanulod. Vagy otthonról hozod, és mintakövetéssel hozod, nem szentbeszédekkel hozod. Az húzott fel ebben a cikkben, amire az előbb beszéltem, hogy mindenre az volt a megoldás, hogy ültessük le a gyereket magunkkal szemben, és mondjuk el neki, hogy... De hogy így, mi? Mi van? Mi van? Tehát, hogy nem, te hogy kezeled? Tehát, hogy, és erről szól a pszichoterápia is tulajdonképpen. A pszichoterápia korrekciós munkája az, hogy a terapeuta hogyan kezeli azt az érzést, ami keletkezik benned. Ugyanúgy, ahogy a szülőd valahogy lereagálta, vagy a családod valahogy lereagálta azt az érzést, ami keletkezett benned. És ez lehet korrektív élmény. Meg lehet élni egy felszabadulást, hogy jé, basszus, itt lehetek önmagam annyira, hogy kifejezhetek egy érzést, amit nem fejeztem ki 30 éve, és nem mondják azt, hogy szedd már össze magad, te szerencsétlen hülye gyerek. És akkor most nagyon szélsőséges dolgot mondtam. És hogy ez itt kezdődik, ez ott kezdődik, hogy én tudok-e szülőként, tudok-e a gyerek érzéséhez kapcsolódni, és kapcsolódó nevelés www.kapcsolódónevelés.hu a reklám helye, az azért zseniálisan jó, mert ehhez az egész nagy elméleti, meg neurobiológiai, meg izébigyó humbughoz, vagy humbug mögé, vagy mellé tesz, nem tudom, néhány ilyen végtelenül egyszerű, fajék egyszerű, raklap egyszerű eszközt. Mint például azt, hogy amikor a gyerek sír, hisztizik, nem tudom, akkor nem kell minden sírást megszüntetni, néha csak meg kell hallgatni. Néha csak arra van szükség, illetve leggyakrabban, legtöbbször csak arra van szükség, hogy leülj oda a gyerek mellé, és megtartsd őt ezekben a rossz érzésekben. És hogy te legyél egy kisgyereknek nincs még meg az érzelmi érettsége, az a funkció nincs meg neki, hogy a saját érzéseit képes legyen tartalmazni. Ez kijön. És hogy a tartani a teret, az tulajdonképpen ott kezdődik, hogy én szülőként azt a sok-sok érzést, ami a gyerekből kijön, azt hagyom-e elfolyni, vagy rakok mellé egy keretet, vagy egy edényt, vagy nem tudom, és akkor beülök mellé, és ott ülök vele egy kicsit, és csak ott vagyok, és jelen vagyok, és elfogadom, hogy neki most rossz. Talán egy kicsit mindenképpen, hogy látja azt, hogy mindebben lehet lenni. Igen. Figyelj, még... És akkor nem lesz később sem baj azzal, hogy nem fogja megkérdőjelezni a saját érzését, vagy a saját reakcióit, vagy nem fog elbizonytalanodni abban, hogy ő elég jó, elmondjuk, vagy elég jól gondol-e dolgokat, vagy hogy most meg kell felelni. Tehát, hogy na mindegy, szóval nagyon messzire vezet, de hogy ez itt kezdődik. Igen, itt látszik, hogy 1000 téma lenne még. És biztos, hogy még fogunk jó sokat beszélni a főre témákról. Időnk azért, hogy ketyeg, már egy ideje itt beszélünk. Mégis még két dologra rákérdeznék röviden. Említettél ilyet, hogy határt tartani és flexibilisnek lenni, hogyha én így nem tudom, mit értesz ez alatt, akkor beleképzelhetek olyat is, hogy határt tartani. Ő mondom meg, hogy mikor mész és nem mész, vagy pedig mit. Tehát, hogy sok minden, mi a határtartás, vagy mire gondolsz ez alatt, illetve mi az, hogy is flexibilisnek lenni, rugalmasnak lenni? Csak így rákérdezek. Hát most fiától függ, hogy mondjuk mire gondolsz, hogy ha szülőként vagy, hogy így... Szülőként, tehát hogy szülőként. Mondjuk akkor a gyereknél, mert azért ez mást jelent egy 3 évesnél, meg mást jelent egy 13 évesnél. Akkor csak egy-egy példát mondj már, hogy így van, hogy tud... Hát figyelj, egy 3 évesnek nagyon stabil, nagyon kiszámítható, nem merev, de stabil határokra van szüksége. Ott
ott arra van szükség, hogy amikor jön egy hiszti, én határt szabok, és azt mondom, hogy nem, most ezt a nyalókát nem kapod meg, az a határ akkor is meg legyen tartva, ha én azt kimondtam, hogy nem kapod meg azt a nyalókát, akkor legyek rá felkészülve, hogy ott lesz egy jó ordas hiszti, és legyek felkészülve arra, hogy én ezt meg tudjam tartani, hogy oda tudjak ülni a gyerek mellé, tudjak empatizálni vele, tudjam neki azt mondani, figyelj, tudom, hogy rossz, értem, hogy rossz, nagyon sajnálom, hogy neked most ilyen rossz, de nem kaphatod meg azt a nyalókát. És nem pedig azt mondom, hogy a 15. perc után, hogy jó van, hát akkor jó, akkor tessék itt a nyalóka, és hogy ez ilyen trivialitás, de hogy sokszor azt teszik el, vagy azt teszik mellé, hogy akkor legyél következetes, konzekvensen, amit kimondtasz, legyen úgy. Okay, csak legyél ott a gyerekkel az a nehéz érzéseiben. Ne hagyd magára, ne legyen a gyerek egyedül a rossz érzések. Ez megint csak kapcsolódó nevelés. Vagy kapcsolódás, ha úgy tetszik. Hogy valakinek, és nem tanuljuk meg, tehát, most belegondolok abban, hogy mennyire nem tudnak az emberek mit kezdeni azzal, hogyha valaki rosszul érzi magát. Mennyire nehéz, nincs minta arra, hogy leüljünk a másik mellé, és együtt érezzünk vele. Nincs rá minta. Nem tanuljuk meg. Nem mutatja meg senki, nem interiorizáljuk, nem tesszük belsővé. És hogy ebben az értelemben húzzuk meg ezt a határt, és akkor 3 évesnél ezt tartsuk, és hallgassuk meg ezt a sírást. És egy idő után a gyerek el fogja fogadni, hogy az ott egy határ, és hogy ott kész, ott megállunk. És aztán ez majd később finomodik, meg rendeződik, meg ez aztán háttérbe szorul, és majd kamaszkorban jön újra elő ezzel a határfeszegetéssel, amikor ugye azt szokták mondani, hogy kamaszkorban az ember az összes korábbi életszakaszban megélt konfliktus újra előjön, és újra véglegesen túl kell rajtuk esni, és le kell zárni, és ha valamit nem sikerült korábban, mondja Erik Erikson, akkor ott elakadás lesz, és akkor ez felnőtt korban cipelni fogja a végig. Kamaszkorban mást jelent a határszabás, egy picit kamaszkorban azt jelenti, az én nézőpontom, az én felfogásomban a határszabás, és pont most kaptam meg egy szülőtől, jó, de nincs kamasz gyereket, persze, majd meglátjuk x év múlva. Én nem azt mondom, hogy ezt ha nem így csinálod, akkor szarszülő vagy, egy béna vagy nem tudom, mert nyilván, de hogy azt mondja, azt hiszem talán a Ransburg, hogy egy kamasz gyereknek nem azért van szüksége határokra, hogy tudja, hogy meddig mehet, vagy hogy azokat megtartsa és betartsa, hanem azért van szüksége határokra, hogy legyen mit átlépnie. Ebben az életkorban a határok átlépése az az én erőnek, vagy az én hatékonyságnak a próbálgatása. A szülő meghúzza a határt, és a gyerek át fogja lépni. Nem fog nagyon messzire menni a határon túl, de át fogja lépni. Ha megbeszéljük azt, hogy 10-re gyere haza, akkor 12-re fog, vagy 10:30-re fog hazajönni. Okay. Nem arról van szó, hogy ne hagyjuk következmények nélkül, mert kell, hogy legyenek a dolgoknak következménye, de ne várjuk azt, hogyha húzunk egy határt, akkor a gyerek nem fogja átlépni, és akkor itt van a rugalmasság kérdése, hogy olyan határokat húzunk, amiből adott esetben tudunk egy kamasz gyerekkel tárgyalni, tehát hozzunk létre magunknak tárgyalási pozíciókat, vagy hogy így legyen, érje meg a gyereknek tárgyalni velem, érje meg az, hogy beszéljünk, hogy kapcsolatban maradjunk, és ne jó fejségből, vagy kegygyakorlásból, vagy azt bizonyítandó, hogy én milyen jó fej vagyok, és jó, akkor megengedem, hanem azért, annak érdekében, hogy a gyerek próbálgathassa ezeket a szociális funkciókat, hogy egyrészt mi van akkor, ha átlépek egy határt, hogy na, hülye felnőtt, akkor most mit csinálsz, ha? És akkor érdemes egy kicsit tudatosnak lenni, és a már, amikor sikerül, nem leüvölteni a haját, mert bicskanyitogató dolgokat tudnak csinálni a kamaszok, ez kétségtelen. De hogy amikor tudok erre tudatos lenni, akkor,
akkor le tudom azt úgy reagálni, hogy akkor egyrészt van egy konzekvencia, másrészt meg, hogy akkor lehet rugalmasan alakítani. Van beleszólásod, oké, rendben, szeretnél felelősséget? Oké, akkor kapsz egy kicsit. És hogy az alakítás rugalmassága az talán ebben áll, hogy ne adjam az egész életéért való felelősségvállalást egy kamasz gyerek kezébe, mert összerodjik alatta, hanem szépen lassan, fokozatosan vállaljam fel, és ő feszegetni fogja, és kérni fogja, és fel lesz háborodva, hogy nem az övé minden felelősség, de hogy nyilvánvalóan nem, mert nincs rá készen. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit gondolok a rugalmasságra. Nem tudom, hogy válaszoltam ezzel a kérdésre. Hogy elmondtad, hogy talán így konkrétabb, hogy mit képzel oda valaki, amikor ezeket a szavakat hallja, meg abban bízok, hogy ez valahogy így hasznosan félreérthető. Meg talán abban segít, hogy ha így beszélgetünk azokról, amik történnek mindenki életében körülbelül, akkor segít abban, hogy ne jegyünk meg, hanem hogy másként tekintsük azokra a dolgokra, amitől akár így nagyon majrézni is lehetne, hogy jaj, rossz szülő vagyok, vagy ez a gyerek minden határt át akar hágni, vagy nem tudom, ő nem tartja a megállapodásokat, sose ér az, ami lesz belőle, így alatt fog aludni. Szóval, hogy így a természet rajzát a kontextust. Még egy tök fontos dolog, és nagyon köszi a sok mindent, amit mondtál, hogy lehetne izgi, amit mondasz azért, mert a Labanc Dani ezt gondolja, és érdekes ember, van már egy kisfia. Én szerintem egy nagyon fontos kontextus az, amit így utólag hozzátettél, hogy igen, és van egy csomó olyan alapja ennek, ami tudomány, meg van egy csomó olyan alapja is, ami meg nem laborok, nem is könyvek, hanem praxis. És láttál azért a gyerek pszichiátrián is elég sok mindent, meg a családokkal való együtt dolgozásban is, meg egyéni kliensekkel. Szóval nekem azért nagyon izgalmas, amit mondasz, mert hogy mindezt én hozzáhallom. Tehát nem csak egy személyes, mondjuk világkép értékítélet alapján a Dani így szeret gyereket nevelni, hanem azért én azt is beleállom, hogy ja, és ez így működhet. Igen. Szóval köszönöm. Hát megmondom, szóval, hogy azért tényleg elég komoly neurobiológiai tények vannak ezek mögött, a dolgok mögött, amit mondjuk az érzelmek, vagy a motiváció kérdése, csak ha ennyire egyszerű dologra gondolok, hogy az embernek a kis motivációs rendszeri, a dopamin rendszer, vagy a szerotonin, vagy az endogén ópiátok például, azok felnőtt korban akkor tudnak jól és egészségesen működni, és akkor tudják fenntartani az ember motivációját akár az életre, hogyha gyerekkorban, kiskamaszkorban, kamaszkorban megfelelő, hogy mondjam, környezet és megfelelő ingerlés és megfelelő kapcsolódás, mert hogy ezeknek a hormonoknak vagy ingerlet áthívő anyagoknak az egyik legfontosabb indikátora vagy létrehozója vagy provokálója az emberi kapcsolódás, a kapcsolatok. Hát ez elég fontos. És talán majd még későbbi témának izgalmas az is, hogy elég sok minden tudható határszabás és keretek tartása kapcsán arról is, hogy nem ízlés kérdése, vagy nem preferencia kérdése azt tudni, hogy ha bántok valakit, az nem jó neki. Hát, hogy így az meg azért túlmutat azon, hogy nevelési stílus. De ez már ez egy későbbi téma talán. Én azt mondom, hogy vicces, hogyha most így lekerekítjük a beszélgetést, mert eléggé sok mindent beszéltünk át, és elszállt az idő, és nem fognék új dologba. Ha téged keres valaki, akkor hol talál meg, és mivel vagy megtalálható? Uh,
Hol vagyok megtalálható? Hát elsősorban a Facebookon vagyok megtalálható. Van egy pszichológus oldalam, meglepő módon a Labanc Dániel pszichológus, és akkor ott lehet mindenféle interakcióba lépni velem, a lájkolástól az üzenetírásig bezárólag mindent. Van egy honlapom, amihez már nagyon rég nyúltam hozzá, kicsit ciki is, de ott is lehet velem kapcsolatba kerülni, az labancdaniel.hu. És hát én dolgozom a budai tanácsadóban, ott van a magánpraxisom, és ott is meg lehet engem találni, vagy ott is el lehet érni. Szóval, hogy elég sok helyen, meg hát az Élmény Akadémián keresztül is, az Élmény Akadémiában is forgolódok, meg az UNICEF-en keresztül is el lehet éppenséggel érni, szóval sok-sok-sok helyen el lehet érni. Nem tudom, mire irányul a kérdésed, hogy lehet-e hozzám egy egyéni terápiára jelentkezni? Lehet, csak várni kell. Egy ilyen, hogy valaki hallgat ezt a beszélgetést, és kíváncsi arra, hogy ki az ember, akkor hol talál meg a neten. Esetleg lehet, hogy olvasod majd cikkeket, gondolom, például a Facebook oldalon lehet látni azért, amit meg szoktál osztani. Meg hogyha valahogy esetleg valamilyen terápiás vagy hasonló segítség ügyében keresnének, akkor hol tudnak hozzád fordulni? Hát ezeken a helyeken. Hát köszi nagyon. Nagyon-nagyon kösz a beszélgetés. Én köszönöm, tök jó volt.